hogy vagy mostanság sikerült-e megemészteni azt, hogy nem sikerült kijutni a kontinens viadalon, mert nem akárhogyan nem jutottatok, ugye ki nem a pályán elért eredmények alapján, sajnos a zöld asztal mellett dőlt ez el. Hát igen, sajnos olyan szomorúan hallottuk mérkőzés után, hogy nem jutottunk ki, de hát az élet megy tovább, és ugyanúgy edzeni kell, és készülni kell a következő megmérettetésre. Három mérkőzés játszottunk telkiben, elsőt Belgium ellen, ahol 2-2-es döntetlen született, második Wales ellen, 5-1-es győzelmet arattunk, és végül a harmadik mérkőzés Oroszország ellen, ahol szintén 3-2-es győzelmet arattunk. Szövetségkap után minden mérkőző számított rám, a legjobb mérkőzésem az Oroszország ellen sikerült, ahol csereként álltam be, de mindent megtettem győzelemért. Jó pár évvel idősebb srácok ellen mérkőztek általában, hiszen ugye U19-es korosztályról beszélünk, te meg U16-os korosztálynak számítasz, hogyan éled meg ezt, mennyiben jelent nehézséget ez számodra? Igen, hát lassan 2 éve leszek fönt az U19-es korosztálynál, sikerült felvennem már a ritmust, és hát rengeteget fejlődtem, tehát fizikálisan is, játékban is sokat segít a karrierem szempontjából, hogy feljebb tudok játszani. Bajnokságban mi a helyzet? Hétvégén készülünk Győrbe, hát minden feljebb szeretnénk végezni. Megkaptad ugye életed első válogatottsági behívóját, milyen érzéssel töltöd el egy labdarúgó, ilyen fiatal labdarúgó, hogyan éli ezt meg? Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy behívtak. Nagyon jó érzés volt benne lenni. Sok új dolgot tanultam. Hát mindenkit a stábtól. Nagyon jó volt. A külföldre készült a edzőtáborban, méghozzá jó messzire. Igen, Moldovába készülünk, egy nemzetközi tornán fogunk részt venni. És oda én is bekerültem, engem is behívtak. Nagyon nagy megtiszteltetés, és nagyon várom már a kihívást. Nincsenek túlságosan szerencsés heteit, hónapjait, hiszen mondtad, hogy a munkát ugye sérülések nehezítik, és emiatt egy-két dologról lemaradtál, még is voltak ezek. Még télen volt ugye egy ilyen tornaszerűség, és hát először játszottunk a románokkal, ugye telkibe, aztán ott sérültem meg először, aztán ugye azt a meccset ki kellett hagynom, utána volt egy térdi műtétem, hát nem igazán komoly, csak hosszú felépülést tett igénybe, és most ugye volt, hát ugye meg volt az első meccsom 2019-ben, és egy ütközés során ugye sérült a combom, és így most nem tudtam menni a másik összetartásra. Nagyon sokat kell dolgoznom attól függetlenül, hogy kerettag vagyok, és ugye minél többet kell nyújt csak itt a klubnál, és majd fenn a válogatottnál is. Mentek majd egy túrára Kazasztánba? Hát hónap végén lesz ez a túra. A 26-án megyünk majd ki, és másfél hétre megyünk ki. És ez egy nemzetközi torna, más válogatottak lesznek kint, más országok válogatottjai. Több olyan válogatott labdarúgónk van, aki igen szép jövő előtt áll. Említhetnék itt különböző korosztályokat, de úgy gondolom, hogy U15-től lényeges igazán az, hogy valaki egy nemzetközi korosztályos válogatottba oda tud-e kerülni. Az alatt igazából csak ilyen megyei régiókról érdemes beszélni, amelybe meg még több labdarúgónk szerepe jelen pillanatban. Ha az U15-től fölfele nézzük, akkor U15-ben az Ipacs Péter most már többször kapott meghívót, egy kapus fiú. U16-ban van jelen pillanatban 3 labdarúgónk, Ivancsics Alex kapus, Havas Attila védő, illetve a Márkvárt, kisebbik Márkvárt, Patrik, ő védekező középpályást játszik. Aztán az U17-es korosztályban ott van a Nagy Dominik, de aki ugye köztudott, hogy ő már az idősebbek között szerepel fennállunk az U19-ben. U18-ban megemlíteném a Nagy Eriket, akit télen igazoltunk Kozár Misteinyből. Igaz, hogy ő nagyon sokat bajlódik különböző sérülésekkel sajnos. Mit veszel észre általában a srácokon, akár edzéseken kívül, hogy hogyan érinti meg őket ez a behívó? Én is úgy érzem mindenképpen, hogy ösztönző hatás vált ki náluk mindenképpen. Érdemes azt is hozzátenni, hogy amikor a labdarúgóink visszatérnek a váltottakból, akkor nagyon fontos az, hogy nem érzik semmivel se többnek magukat, mint a jelenlegi labdarúgók, akik itthon vannak, és még nem voltak abban a helyzetben, hogy a válogatottba belekóstolhassanak. Mindenképpen ösztönzőleg lép föl náluk, motiváltabbak, ami úgy gondolom, hogy el is várható egy válogatott labdarúgónál, akármelyik korosztályban van, hogy motiváltabbnak kell lennie. De úgy gondolom még, hogy messze vannak ők még attól, hogy bármit is ki lehessen jelenteni, hogyha most valaki például válogatott,
akkor hogy esetleg az végig tudna a különböző korosztályokba maradni. Ezért is szoktam mondani azt a játékosaimnak, de akár kisebb korosztályoknál, hogy nem kell csüggedni, hanem igenis kőkeményen kell dolgozni ahhoz, hogy bárki ugyanúgy megkaphassa azt a meghívót, amelyet jelen pillanatban ezek a labdarúgók megkaptak. Alex, tiéd a szó, még szerettél volna valamit a végén hozzáfűzni. Így van, azt igazából csak egy köszönömet szerettem volna mondani a klubnak és az eddigi edzőimnek, mert nélkülük nem sikerült volna eljutnom idáig, és szeretném megköszönni azt is, hogy mindig mindenben mellettem álltak, bármi volt is. Köszönöm.